Ebben a videóban a sajtóműfajokról és legjellemzőbb tulajdonságaikról fogok beszélni. A sajtóműfajokról általában. A ma már naponta használt média szó latin eredetű és jelentése tömegközlési és tájékoztatási eszköz. Napjainkban a tömegtájékoztatás a sajtó, a rádió, a televízió és az internet segítségével történik. Ezek közül természetesen a nyomtatott sajtó a legrégibb műfaj. A megjelenő sajtótermékeket sokféle szempont alapján lehet csoportosítani. Lehet megjelenés rendszeressége szerint, ez alapján oszthatjuk őket napilapokra, hetilapokra, havilapokra, illetve egyéb időszaki kiadványokra. A napilapok híreket, cikkeket, rajzokat, fotókat, hirdetéseket tartalmazó újságok. Két alapvető fajtájuk van, a közéleti vagy politikai napilap és a bulvárhírlap. Bulvár sajtó a valós információk mellett közöl nem ellenőrzött információkat vagy pletykákat is, vagyis nem törekszik annyira a hitelességre, mint közéleti társai. A témáit nem csak közéletből és a politikából választja, hanem könnyedebb sztárvilággal vagy celebekkel kapcsolatos írásokat is közöl. Tehát híreket igen, komoly elemzéseket viszont nem tartalmaz. Csoportosíthatjuk még őket a terjesztés köre szerint, beszélhetünk országos, helyi, regionális vagy intézményi lapokról, biztosan mindenkinek van az iskolájában, suli újság például. Csoportosíthatjuk őket tartalmuk szerint, lehetnek közéleti vagy szórakoztató, vagy vegyes lapok, például a különféle hobbiknak is van saját magazinjuk, horgászmagazin, főzőmagazinok. Csoportosíthatjuk őket a célzott közönség szerint, ez azonban elég veszélyes, ugyanis annyiféle felosztás létezik, ahányféle közönség, tehát tulajdonképpen végtelen. Felosztatjuk őket a nyelvük szerint is, az újságok lehetnek egynyelvűek, illetve két vagy több nyelvűek. A sokféle típus közül a leggyakrabban előforduló sajtóműfajok azonban a tájékoztató, vagyis az információs, és a véleményközlő, vagyis a publicisztikai műfajok. Kezdjük először a tájékoztató műfajokkal. Nagyon fontos tudni, hogy az ebbe a csoportba tartozó műfajokra főleg a tényközlés és a tárgyilagosságra törekvés a jellemző. A legalapvetőbb tájékoztató sajtóműfaj a hír. A hír ugyanis az újságírás egyik alapműfaja. Akkor jó, hogyha friss, közérdekű, fontos és válaszol az alábbi 6 kérdésre. Mikor, hol, ki, mit csinált, hogyan és miért? A hírnek több típusát is megkülönböztethetjük. A tényhír csak az első 4 feltett kérdésre, a kifejtett hír azonban már mind a 6-ra válaszol. Megkülönböztethetünk még cím nélküli és címes, illetve egymondatos úgynevezett szalaghírt is. Mivel a híreket általában hírügynökségek biztosítják, így nem ismerjük a szerzőjüket. A legrégebbi múltra visszatekintő és a legnagyobb magyar hírügynökség a Magyar Távirati Iroda, az MTI. És akkor nézzünk egy szövegpéldát a hírre. Hazamehet a börtönből Simon Gábor. Megszüntették az MSZP volt elnök helyettesének előzetes letartóztatását, és házi őrizetre változtatták azt. Láthattuk tehát, hogy rövid volt, friss, konkrétan tegnapi a hír. Válaszolt a kérdésekre, hogy ki, mit csinált és mikor. És egy közérdekű információt közölt. Másik jellemző műfaj a tájékoztató műfajcsoporton belül a közlemény, amely egy magánszemély vagy egy intézmény közérdekű üzenete a nyilvánosságra. Erről nem nagyon lehet többet elmondani, inkább mutatok egy példát. A Nemzeti Adóhivatal adta ki ezt a közleményt az üzemanyagárakról. A személyi jövedelemadóról szóró, többször módosított 1995. évi 117. törvény 82. paragrafus a második bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy naponta, havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség elszámolásra kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Igen. A következő tájékoztató sajtóműfaj a tudósítás. A tudósításban nagyon fontos, hogy ugyan a hír rokona, ugyanis neki is felelnie kell a feltett 6 kérdésre, valamint pontosnak és tárgyszerűnek kell lennie. Azonban a hír és a tudósítás között az az alapvető különbség, hogy a tudósításnál a készítő minden esetben a saját maga által látott, hallott, tapasztalt, átélt eseményről a tájékoztatást, tehát a helyszínen van, onnan számol be az eseményekről. Nagyon fontos a személyes jelenlét. Azonban muszáj tárgyszerűnek és pontosnak maradnia, nem lehet túl személyes, nem értelmezheti és pláne nem értékelheti az eseményeket.
tudósítás írója tehát mindig csak az eseményeknek a szemlélőire, a leírója, nem vesz részt bennük. A tudósítás tárgya lehet bármilyen különleges eset, ugyanúgy, mint egy egészen mindennapi esemény. Mely nagyon rövid tudósítás. Ismét beengedik az Indexet a parlamentbe. Az Index újságírói az országgyűlés tavaszi ülésszakaszának első plenáris ülésnapjától kezdődően, vagyis február 13-ától ismét részt vehetnek a ház nyilvános eseményeim. Erről szerdán tájékoztatta az Index szerkesztőségét az országgyűlés sajtófőnöke. Tehát láthatjuk itt is, válaszolta a feltett kérdésekre, tárgyilagos, tényszerű, kiderül belőle, hogy az Index szerkesztősége konkrétan ott volt, amikor a sajtófőnök ezt közölte velük. És ez egy egészen mindennapi esemény, tehát nem valami különleges esemény a tárgya a tudósításnak. Ugyan itt a legfontosabb tájékoztató műfajoként említem a riportot és az interjút, de valójában ezek határműfajok. A riport nagyon hasonló a tudósításhoz, ugyanis itt is nagyon fontos az újságíró személyes jelenléte. Azonban a tudósítással ellentétben itt az újságíró, mint elbeszélő, cselekvő, résztvevő jelenik meg. A riport a valóságban is megtörtént eseményről, cselekményről tudósít, úgyhogy a résztvevőket is megszólaltatja. A legfontosabb jellemzője az, hogy cselekménye van. Gyakran használ párbeszédes formát, és a hitelességet az újságíró képszerű kifejezésekkel, akár irodalmi fogások alkalmazásával is biztosíthatja. A jó riporthoz fontos a pontos jellemfestés, tehát hogy pontosan írjuk le azt, akivel beszélünk, a képzelőerő, hogy minél szebb szöveget hozhassunk létre, illetve a személyes hang. Elmondom még az interjút is, ugyanis úgy gondoltam, hogy ezt mindenki ismeri, ezért arra nem hoztam szövegpéldát. Az interjúban az újságíró kérdéseket tesz fel, és így párbeszédes formában a közönség számára is érdekes információk hangzanak el egy-egy közérdekű dologgal kapcsolatban. Az interjú gyakran keverik a riporttal, mivel mindkét műfajban megjelenik a párbeszédes szerkezet, és természetesen mindkettőnél jelen van maga az újságíró is. A különbség a kettő között azonban az, hogy a riportban az újságíró cselekszik, benne él az eseményekben, tehát a riport cselekményes. Az interjúban az újságíró azonban csak inkább közvetítő szerepet tölt be, kérdezi, faggató, majdhogy nem kihallgató szerepe van. A Létér riport a tűzoltókról, ezt az Origón találtam. Letolt nadrágok sorakoznak a garázs padlóján, a lábszárukból vasbetétes csizmák kandikálnak ki. Szárukat gondosan rágyűrték a kifűzött lábbelikre, a válpántokat gyakorlott kezek hátrafektették, precízen, egyformán. Mindegyik bakancs nadrágpárosnak pontos helye van, egy-egy tűzoltói. Láthatjuk tehát, hogy nagyon odafigyel a személyes hangra, a sajátos hangra, illetve egészen irodalmi ez a szöveg, tehát irodalmi fogásokat használ arra, hogy minél hatásosabban fesse le az adott helyzetet. Akkor áttérhetünk a véleményközlő sajtóműfajokra. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a cikk. Egy külön műfaj, mert kevert átmeneti műfajok csoportjába sorolható, ugyanis összefonódik a korrekt, tényszerű közlés a cikkíró elemzésével, a személyes véleményével. Ezek a részek egymásra épülnek és kiegészítik egymást. Témaválasztása sokféle lehet, szinte bármiről lehet cikket írni. Gyakran képek, diagramok, ábrák kísérik, amik segítik a megértést, vagy valamilyen plusz információt szolgáltatnak. Külön alműfaja a vezércikk, ami a nyomtatott sajtóban a lapnak szinte névjegye, ugyanis valamilyen aktuális kérdésben nem csak a szerző, hanem maga a lap politikai állásfoglalását is kifejezheti. Nézzünk erre is egy rövid példát. A skifiket idézi majd a NASA új űrruhája. A NASA nyilvánosságra hozta a legújabb Z2 jelű űrruhájának tervét. Az új űrruhát elektroluminiszenses félforrással megvilágított csíkok teszik láthatóvá a sötétben, így az űrhajósok alacsony megvilágítottságú környezetben is könnyen felismerhetik majd egymást. Láthatjuk, hogy szinte bármilyen témáról lehet cikket írni, nem muszáj közéletinek lennie, ugyanis nem tudom, hogy hány embert érintenek a NASA új ruhái, de azt hiszem, nem olyan sokat. Következő vélemény közlő műfajunk a glossza, amelynek célja valamilyen politikai, közéleti vagy kulturális hiba leleplezése. Ez rövid, tömör és gyakran zárul csattanóval, a hangvétele pedig vitatkozó, ironikus, nagyon gyakran gúnyos. Stílusára és nyelvi megformáltságára jellemző az ötletesség, a nyelvi leleményesség.
Az olvasói levélben pedig az olvasó közönség fejtheti ki a véleményét és oszthatja meg gondolatait, elképzeléseit a nyilvánossággal. Ezekre is nézzünk egy-egy példát. Glosszát Parti Nagy Lajos tavalyi kötetéből, a Fülkefor és vidékéből hoztam nektek. Figyeljétek meg a nyelvi leleményességet és ötletességet benne. Egyszer volt, hol nem volt, a volt, hogy már szabad választások keretébe kitakarodtak a magyarok főgyűrű a tatárok, oszt első Fülkefor lett a kerál. Volt es öröm vígan zakatót a nemzeti együttműködés rendszere, Rolex karóra se jobban. Még pár bakarasz, pár csipisz iramodás, azt eppol jó lesz minélkünk, mint Kádár apánk alatt az annóba, deprenkedett a nép. Mert mindazt látta a keráli tévébe, hogy sikerhág sikerre, sarkalat sarkalatra és kalap. Rendes, istenfélő magyar nép volt, nem úgy, mint az előző, Emmán tudta, hogy csak az lesz, ami B vagyon ígérve. Megszorítás pedig nem volt, amíg meg nem haltak. És akkor még az orvosói levelet is megnézzük. Ezt a délmagyar.hu internetes portálon találtam beküldve. A küldő külön kérése volt, hogy megszerkesztetlenül és kijavítatlanul közöljék az olvasói levelét. Ilyen is akad, de általában megszerkesztik és valamennyire átírják az olvasói leveleket, mielőtt megjelentetnék őket. Figyeljétek meg, hogy néz ki, hogyha nem szerkesztik meg. Tisztelt főszerkesztőasszony! Az ön által szakmailag vezetett lap a közelmúltban többször adott hírt a magyarok és székely testvéreink készülő nagy szegedi családi találkozásáról. Ezen belül a 8 székely szék magasztos felajárásáról, a 8 székely kapuról, amit szeretettel hoztak Szeged népének válaszul, a világon elsőként Szegeden a Vértónál fölállított székely himnusz emlékművéért. Ezzel kapcsolatban több ellenőrizetlenül megjelentetett észrevétel, vélemény is napvilágot látott. Igen. Tehát ezek voltak a legfontosabb sajtóműfajok és legfontosabb jellemzőik.